Az extrém sportoké volt a főszerep szombaton a megyeszékhelyen. A görkorisok, gördeszkások és a BMX-esek csillogtathatták tudásukat. A Szekszárdi Extrém Sport Egyesület már nem először rendezte meg a fiatal, adrenalin függők által kedvelt rendezvényt. Évről évre egyre többen leszünk. Egyre többen is próbálják ezeket a sportágokat népszerűsíteni, úgy gondolom, mert hallottam arról, hogy Pakson is szeretnének építeni pályát. Toljad neki! Még egyszer próbálj rá! Paksról jöttem, és körülbelül 5 éve, 5-6 éve nyomom görkit. Miért kezdted el? Mi tetszik benne? Láttam a nagyokat még annó kis fénykoromban, hogy hú, nagyon tolják a lépcsőket, meg a patkákat, és nagyon megtetszett. Gyerünk, Ádám! Szóval, a kis kőterakás megyünk belőle, és ez nagyon jó! Miklós Gábor elmondta, hogy a versenynek idén is nagy sikere volt. Bízik benne, hogy jövőre egy új aszfaltborítású és elemekkel kiegészített pályán gyakorolhatnak majd az extrém sport szerelmesei.